Egyeztetni. Egy apró momentum maradt ki a jegyzőkönyvből, amiért természetesen vállom a felelősséget, át kellett volna olvasnom. Tehát itt az olimpiai parkban nem írták be a jegyzőkönyvbe, hogy így gyülekezünk. Innentől ez a vonulás is elég macerás, mert hogyha demonstratívan átvonulunk, engem egyébként mindenképpen feljelentenek, de hát állok elébe. Olyan történetről van szó, amiben nyilván van felelősségem, mert nem olvastam át, viszont amit leadtam, az nem úgy történt, ahogy szerettük volna. Na most az a lényeg, hogy a falu Zsoltiék a Szabadságtéren a tévé előtt gyülekeznek. Én azt javaslom, hogy vonulhassunk demonstratívan, mert az nagyon fontos. Menjünk át a Szabadságtérre majd. Ha innét vonulunk demonstratívan, akkor spontán módon fogunk vonulni, nyilvánvaló dolog. Mert hogy kellő felindultság van bennünk a Piteperrel kapcsolatban. Hogy mondjak egy szót erről az ügyről, rendkívül fontos pernek nézünk elébe. Egy olyan pernek, ami az OTP ellen irányul, és a pénzügyi ismeretterjesztő egyesület, amelyik elindította. Itt arról van szó, hogy a OTP szerződések teljes semmiségéről van most egy jogerős ítéletnek kinéző felállás itt a kúrián. Tavaly április 18-án volt az első fokú per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, akkor a peranyagot visszadobták, a Pitét, azt mondták, hogy a Pitének az ugye nem áll meg a bíróság előtt. Elebeztek, a másodfokon pedig a bíróság elfogadta azt, hogy nincsen kertüntetve a teljes költség és a teljes kártyaszázalékaik. Tehát, hogyha nincs teljes mértékben kertüntetve egy gyanúsnak mi a költsége, akkor az a semmi is a szerződés. Most eljutottunk odáig, hogy egy borzasztó nagy gondolkodás idézőjelben alakult ki az ügyben. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a pénzügyi intézmények, a bankok, a CÁF és még számtalan más intézmény szinte könyörög a bíróknak, hogy ezt az ügyet, ezt valahogy próbálják meg elsikálni. A kúria, mint a magyar jogrendnek a legfelsőbb foka, pedig remélem, hogy úgy fog dönteni, amilyen módon kell, tehát a magyar nép szolgálatában el fogja dönteni, hogy igenis ezek a szerződések semmisek, hiszen hogy a két fél szerződés köt akármiről, akár egy autószerződésről, akár arról, hogy vásárol valakit valamit az egyik ember a másiktól, akkor is tisztának kell lenni a képnek, hogy ki mit vállalt. Ez itt nem történt meg, tehát most a kúria előtt van az ügy, nekünk pedig a feladatunk a magyar jogrendnek a védelme, a kúria megtámogatása. Két nagyon fontos dolog a magyar jogrendről. Kértünk autóparkolási helyeket, mondták, hogy természetesen demonstratív jelleggel beállhatunk, de meg kell kérdezni a közterület fenntartóktól. Szomorúan telefonált a rendőrség, hogy hát ne haragudjuk, a közterület fenntartó csak két autó helyet engedélyezett. Most kiderül az, persze egy jó sokoldalas jegyzőkönyvben, hogy tulajdonképpen mit most spontán demonstrálunk, hiába jelentettem be, majd várom egyébként a feljelentést a rendőrségtől, nagy valószínűséggel meg is fogom kapni. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy a kúria azt mondta, hogyha bárki is megzavarja a munkáját túl hangos véleménynyilvánítása, mert az behallatszik, akkor ennek alapján a pert le tudja fújni. Tehát kérték azt, hogy Póka úr 8 órán keresztül ne egy centiről hangosítsa le a kúriát, mert akkor alig várják azt, hogy természetesen akkor arrébb állunk, a mondani valónkat el kell mondanunk, ez kötelező. Nagyon fontos, úgy tűnik, hogy nagyon sokan leszünk, ennek nagyon örülök. És a lényeg az, és nagyon fontos, tehát a jogrend, bár azt mondja, hogy lehet demonstrálni, azért a bíróság, a kúria, a közterületfelügyelet azért szépen meg tudja nyírválni ezeket a jogokat. Mi ennek a tudatában fogunk cselekedni, törekszünk arra, hogy nem miattunk fújják le a pitepert, nem miattunk legyen megszüntetve a mondani való, mondva csináltok miatt, hogy túl hangosak vagyunk. Természetes módon demokratikus alapjogunkat gyakorolni fogjuk, és el fogunk indulni szépen, és egyénileg kérték, hogy egyénileg demonstratív eszközök mellőzésével induljunk el a Szabadságtér irányába, mert hogy, mint mondtam a bejelentésben, az a kitétel, hogy átvonulunk nem szerepel. Tehát akkor most bejelentjük a spontán tüntetés, hogy szerepel. Akkor én most Fóka László főszervező,
azon felháborodva, hogy a kúria környéket lezártalták, bejelentem, hogy spontán vonulással és spontán tüntetéssel átmegyünk a Szabadság térre. Ha valaki kérdezi, hogy miért, hát mondjátok meg, hogy én mondtam. Magyarországon jogunk van a véleménynyilvánításhoz, mint ahogy jogunk van elmondani, hogyha valakiről azt gondoljuk, hogy hazaáruló, főleg akkor, ha tényleg hazaáruló. Nem tehetik meg, hogy korlátozzák a szabadságunkat, nem tehetik meg, hogy egy mondva csinált ügyel, hogy ma egy maffia pert is tárgyalnak a kúrián, lezárják az egész környéket. Hát ez, mi ez? A szabadságunk, a véleménynyilvánításunk megcsorbítása. Én nem hiszem azt, hogy több évet kell várni azért, hogy valaki megmondja azt, hogy ha valamiért fizetek, akkor ez az én költségem. Márpedig az árfolyamrésért fizetek. Akkor ez költség. És ez nem mérlegelés kérdése. Ez egy ténykérdés, hogyha az van a törvényben, hogy minden költségnek benne kell lenni, akkor benne kell lenni. És ha a törvény azt mondja, hogy ha nincs benne minden költség, akkor semmis, akkor itt már nem kell éveket tárgyalni erről, akkor az semmis. És mert van az, hogy amikor feljelentést teszünk valamelyik mocskos hazáruló vagy kifosztó ellen, akkor hónapokig ücsörögnek a dolgon, és azt mondják, hogy hát az nem is biztos, hogy úgy volt, hogy nem tudják megállapítani ezeket a dolgokat, vagy nagyon hamar visszadobják, hogy nem is követett el hazárulást, nem követett el bűncselekvényt, vagy bármi egyebet. Tehát demonstratívan fogunk vonulni, gondolom erre bólintást kaphatok a többiektől is. Igen, úgy látom, hogy a radikális része mindenképpen bólintott rá, akkor én azt gondolom, hogy aki velünk szeretne tartani, az hozza a demonstratív eszközöket, a felakasztott végrehajtót és kiposztókat, a zászlókat és a hangotokat. Osszátok a szórólapokat, hadd tudja meg mindenki, hogy elég volt. Nem hagyjuk, hogy azt tegyék velünk, hogy kullogjunk el az országunkból. Nem hagyjuk azt, hogy azt mondják, hogy csendben demonstráljunk. Hát egy frász fogok én csendben demonstrálni. A bunkás szoktak csendben demonstrálni, mielőtt felfalják őket a farkasok. És legfeljebb az utolsó pillanatban elkezdenek menekülni. Hát nem vagyunk birkák, mi oroszlánok vagyunk, és hogyha valaki ránk támad, szét fogjuk tépni. És már ezt a mai napon megmutatjuk. Van kedvetek hozzá? Rendben! Felhívjuk a rendőrség figyelmét, hogy erre készüljenek!